elindultak a felújítási munkálatok az alispáni házban. Megújul, egyben új funkciót kap Gyula egyik meghatározó, nagy történelmi múlttal bíró műemléképülete. Jelentette be Görgényi Ernő polgármester a csütörtök délután az egykori alispáni laknál megtartott sajtótájékoztatón. Ezen a területen egy gyermekeknek szóló szabadidős élményközpontot alakítanak ki, mely a tervek szerint időjárástól függetlenül 4 évszakon át szakképzett felügyelettel működik majd, és a fiatalok minden korosztálya számára kínál tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Az eseményen Görgényi Ernő emlékeztetett, az épület 12 éve üresen áll, állapota leromlott. Ezért nyújtottak be egy olyan pályázatot a korábban állami tulajdonban lévő, a városnak térítésmentesen átadott ingatlan korszerűsítésére, mely révén 300 millió forintot nyertek. Ezt a képviselőtestület további közel 50 milliós önerővel toldotta meg, így alakíthatják ki a majdani gyermekparadicsomnak is nevezett központot, melyben napközbeni gyermekfelügyeletet is tudnak majd biztosítani. Az is vezérelt bennünket, amikor kiválasztottuk ezt az épületet projektnak, és a projekt tartalmát meghatároztuk, hogy Gyula családbarát önkormányzat, és Gyula a Délalföld legjelentősebb turisztikai központja, ahova rengeteg családos vendég is ellátogat. Ezért olyan turisztikai attrakciót akartunk létrehozni, amely egyaránt szolgálja a gyulai családokat és a Gyulára látogató turista családokat is. Az épület megmentésének fontosságát hangsúlyozta Kovács József. Térségünk országgyűlési képviselője felidézte az alispáni lak történetének fontosabb állomásait is. Az nagyon fontos, hogy ilyen lehetőségeket ki tudunk aknázni, és Lázár Jánosnak mindannyian megköszönhetjük azt a sok segítséget, amit az Almási kastély, Akvapalota, vagy éppen itt, és sok minden egyébben nyújtott nekünk, és hát én említettem, hogy ezt a jó szokását ne szakítsa meg mostani beosztásában sem, mert elég sok olyan beruházásunk van, ami folyamatban van. De nagyon fontos egy ilyen ikonikus épületnek a megmentése, és főleg egy ilyen célra történő hasznosítása, mert én is úgy ítélem meg, hogy múzeumi, kulturális és egyéb lehetőségekkel elég jól állunk, de ez egy olyan hiánypótlás éppen a családokat megcélző turisztikai attrakciók folyamán, ami szerintem nagyon jól eladható lesz. A gyermekeket korcsoportok szerint külön-külön helyezik majd el az épületben. A legkisebbek 1-2 éves korig a bölcsődei részben elkerített területen játszhatnak, az óvodások egy nagyobb térben kapnak helyet, mely összeköttetésben áll a zsúrteremmel. A nagyok pedig az épület másik részében több szobában szórakozhatnak.